Az előző pillanatokban a stáb minden tagja ívott egy nagy pohár vizet, miután Horváth Pétertől ezt az utasítást, illetve jó tanácsot kaptuk, és még sok-sok jó tanácsot mond el nekünk, hiszen azért hívtuk meg. Szia Peti, kellemes estét! Hát köszönöm, ugye te életmódszakértő, egészségfejlesztő, edző, és nagyon sok minden vagy, nem is tudom, hogy melyik titulusod az, amit most itt kidomborítsunk, de hát ebben a nyári melegben úgy gondolom, hogy inkább az életmódunkat, illetve az egészségünket kellene fókuszba helyezni, úgy, hogy azért a sportolásról se feledkezzünk meg. Mik a tanácsaid? Szabad ilyenkor is mondjuk egy ilyen 30-40 fokos hőségben ugyanúgy folytatni mondjuk jó esetben az edzést, mint ahogy azt esetleg a téli hónapokban tesszük? Én úgy gondolom, hogy ha az adott illető nem szenved különböző keringési problémákban, akkor mindenképpen érdemes kimenni a szabadba sportolni, viszont arra fokozottan kell figyelni, hogy mindig legyen nálunk kellő mennyiségű frissítő. Tehát itt a folyadékra gondoltam, vagy vannak ezek a ásványi anyagokat tartalmazó izotóniás sportitalok. Mert mi történik a szervezetünkkel, hogyha nem iszunk eleget mondjuk, és nem feltétlenül csak sportolás közben, most tényleg, hogyha ilyen nagyon-nagyon meleg van, és az ember elfelejti mondjuk azt az optimális folyadékot bevinni a szervezetébe, mi történhet? A szervezet különböző jeleket, impulzusokat ad úgymond a felhasználó felé. Az első jel például a száj kiszáradása, amikor valaki éppen nyalja a száját, akkor az már egy jel arra, hogy folyadékot kellene pótolnia. Gyakorlatilag az történik, hogy folyamatosan veszítünk folyadékot és ásványanyagot izzadás által, amiket, hogyha nem pótolunk be, akkor hosszabb vagy rövidebb idő után, attól függ, hogy milyen a külső hőmérséklet például, vagy milyen intenzív a mozgás tevékenysége, és ha nem pótoljuk, akkor akár hányinger, rosszul lét, mozgáskoordinációs problémák léphetnek fel, vagy akár, hogyha ez hosszabb távon fenntart ez az állapot, akkor lehet egészen ájulási állapot is. Nagyon sokan mondják azt, hogyha az embernek fáj a feje, akkor először igyon meg egy-két pohár vizet, mielőtt valamilyen gyógyszerhez nyúl, akkor gondolom, hogy a fejfájás is például klasszikusan egy ilyen tünet. Na most, hogyha elkezdünk mondjuk futni, azért nem mindenki visz magával vizet az erdőbe. Jól teszi ezt, és utána kell inni, miután már kifutatta magát, meg előtte, vagy azért érdemes valami olyan szerkóba menni, hogy elférjen egy kisebb palack víz? Igen, ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon sok futó nem visz magával folyadékot. Azért különbséget kell tennünk ember és ember között, tehát én például nagyon sok folyadékot megiszom egy nap, tehát 4-5 litert akár, főleg ilyen melegben, viszont van olyan edzett vendégem, aki maratonista, és nagyon kevés folyadékkal is beéri, és hiába próbálom úgymond rá erőszakolni, hogy igyon, egyszerűen nem tud inni, mert utána rosszul lesz. Azt olvastam, hogy ha az ember nem issza meg a megfelelő folyadék mennyiséget, akkor végül is a diétája sem működik olyan jól, tehát kell a víz ahhoz, hogy beinduljon a fogyás. Neked mi a tapasztalatod? Igen, azt tudnunk kell azért, hogy a víznek rengeteg funkcionális hatása van a szervezet számára, ugyanis 65-70%-ban folyadékból áll, vízből áll az emberi szervezet, és hogyha a folyadék bevitel csökken, akkor a belső szerveknek a méregtelenítése például nem történik meg. Nos, hát azt mondtam ugye itt a beszélgetés elején, hogy ez nagyon optimális, hogyha valaki már sportol, mondjuk régebben elkezdte, de hát azért még mindig sokan úgy gondolják, hogy talán, ha mondjuk szeptember elejére sikerül egy picit jobb formába jönni, akkor esetleg leveszik magukról a ruhát, és akár még fürdőruhában is megmutatják magukat. Mi a tanácsod? Érdemes-e belevágni, és mi az a legrövidebb idő, ami alatt esetleg látványos változást lehet elérni? Én úgy gondolom, hogy életmódot váltani soha nem késő. Tehát lehet akár egy konkrét időponthoz hozzáfűzni, hogy nyár, születésnap, karácsony vagy névnap. Mindenképp azt tanácsolom az embereknek, hogy minél korábban kezdjék el, és próbálnak egy olyan életmódot kialakítani, ahol egyensúlyban vannak. Tehát ne az legyen az elsődleges cél, hogy leveszem a ruhámat és jól nézek ki, hanem egy olyan rendszert próbálnak felépíteni, ami hosszú távon fenntartható. Peti, ugye te magad is élő példája vagy annak, hogy az egészséges életmóddal és a sporttal remek formában lehet lenni. Van valamilyen favorit diétát? Te hogyan étkezel? Én mindenből eszem, csak meghatározott mennyiséget, tehát semmire nem mondom azt, hogy én ezt nem eszem, tehát még a legdurvább édességekből. Igen, tehát abból is eszem. Viszont én úgy gondolkodom, hogy ha megeszek egy kisebb-nagyobb mennyiségű édességet, akkor tudom, hogy mennyivel
többet kell mondjuk sportolnom, hogy azt az adott mennyiségű csokoládét úgymond ledolgozzam, tehát ne raktározz el a testem. Én most idefelé jövet megettem egy túró rudit. Ezt mondjuk, hogyha most egy, nem itt a stúdióban ülnénk, hanem egy futópadon állnánk, akkor mennyi ideig tartana, hogy ezt mondjuk ledolgozzam, mert mondjuk ez a túró rudi éppen már egy plusz kalória, napi adott kalória mennyiségen fölött. Egy túrórudi mennyisége, ha jól emlékszem, fejből ilyen 90 és 110 kalória körül van, attól függ, hogy mekkora volt a rudi, amit elfogyasztottál. Jó nagy. Tehát, hogyha elmennél és mondjuk a bújtos italat körbe sétálnád kétszer, akkor én úgy gondolom, hogy az energiaszinten az optimális lenne. Hogy veszed észre, mennyi lélektani tuning kell azoknak, akik elmennek mondjuk az edzésre, és van-e különbség férfiak és nők között mondjuk a lelki támogatás és igényében? Én abban látom a fő problémát, hogy mindenki azonnal akar eredményt elérni. Tehát jön a strandszezon, és hogyha egy-két héten belül ők nem érik el a csúcsformát, amit elképzeltek, vagy kitűztek maguk elé, akkor jön a mentális rosszul lét, és a feladom nekem nem fog sikerülni, a szomszédnak miért sikerült, nekem miért nem, és megpróbálnak mindenféle varázsszerhez hozzányúlni. Egyébként én hölgyekkel sokkal jobban szeretek dolgozni, mint férfiakkal, sokkal nagyobb a kitartásuk, én ezt vettem észre, sokkal többet hajlandóak adni azért a cél érdekében, hogy elérjék a kellő célt, a kitűzött célt maguk előtt van. És még egy kérdés az életkorral kapcsolatban. Azért ugye azt mondják, hogy 40 éves kor után már tényleg könnyebben jönnek föl a kilók, akár a hölgyekre, akár az urakra, van egy hormonális változás is. Hogyha megfelelő diétával és sporttal valaki egy életmódváltozásba kezd, akkor ott azért lassabb, illetve hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy látványos legyen az eredmény? Igen, ez így van, valóban 40 éves kor felett az anyagcsere elkezd lassulni, és sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy az elfogyasztott kalóriák azok a testünkön maradnak. De amit mondtad nagyon helyesen, hogy egy kellő mennyiségű mozgással, kiegyensúlyozott táplálkozással ez a szint, ez hosszú távon is fenntartható, akár 20-30 éven keresztül is. Például azzal, hogy az ember nyerekbe pattan, bicajjal érkezik, ahogy te tetted ide a Kölcsei Televízió stúdiójába, hát akkor kellemes kerekezést hazafelé, és reméljük, hogy nagyon sokan elhiszik, hogy mindez tényleg az ember egészségért és a jó érzésért történik, nem csak egy divathóbort. Köszönjük, Peti, hogy itt voltál, és szép hétvégét kívánok. Köszönöm a meghívást, viszont kívánom. Mozogni nem csak különböző sportolások alkalmával érdemes, egy kiadós bulizás is segíthet megőrizni a formánkat, erre pedig bőven lesz alkalmunk, például a Vidor Fesztiválon ezzel folytatjuk. Kedves nézőink, mától hivatalosan és nyilvános az idei Vidor Fesztivál szabadtéri programkínálata. Rengeteg izgalmas koncert várja önöket, a részletes programot pedig Kirják Róberttől fogjuk megtudni. Szia Robi, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét kívánok! Hát nekünk nézőknek ugye ez egy roppant izgalmas pillanat, amikor először kézbe vehetjük végre a programot, illetve hát mindenféle sajtóorgánumból dől felénk a 2019-es Vidor programja. Nos, hát mesélj, ti is ugyanilyen izgalommal készültetek, vagy vártátok ezt a nagy leleplezést, vagy igazándiból ez a nagy ideje? Mindkettő egy kicsit, de természetesen nagyon izgulunk, várjuk a fogadtatást. Én úgy érzem, hogy a Kossuth téri nagyszínpadon talán még soha nem volt ennyi nagy nevű magyar és külföldi fellépő. Rögtön, hogy belecsapjak a lényegbe, Halott Pénz lesz az első számú sztárvendég, Geszti Péter Best of koncertje lesz látható a nyitónapon, Bagosi Brothers Band is fellép a 29-én, illetve a The Beavers, Mystery Gang, Kelemen kabátban, Lóci játszik, Magashegyi Underground, Párnográszt, tehát csupa olyan ismert fellépő, akikre úgy gondolom, hogy külön-külön is meg fog telni a tér. És természetesen világzenei fellépők is lesznek a nagy színpadon. Haitiből, Beninből, illetve Franciaországból három nagyon jó nevekből álló csapat fog ellátogatni hozzánk. A kis színpad pedig továbbra is megmaradt kimondottan a világzenei koncerteknek. A félhatos kezdésű. Hol lesznek a színpadok? Van-e változás? Helyszínek ugyanazok lesznek, mint tavaly. Én úgy érzem, hogy megtaláltuk az ideális helyszíneket.
nagyon pozitív fogadtatásra talált a kis színpadon a letfalas technikai kivitelezés, ugye itt a nagy színpad koncertjét letfalon lehet élvezni, de ettől az évtől először már a nagy színpad hátterében is lesz egy hatalmas letfal, uh-huh. ami a koncerteket magasabb színvonalra fogja emelni. Kísérő rendezvényekről beszéljünk még egy picit, ugye, mert azért tudjuk, hogy a Vidor nem csak Nyíregyháza határán belül, hanem az egész megyében megcsillan különböző helyeken. Hogy alakul ebben az esztendőben? Igen, hát ha lehet kísérő rendezvénynek nevezni a nagyszínpadi színházi előadásokat, akkor annak nevezném, mert ugye helyszínleg ugyanott van, mint a többi, de mégis azért nem koncert, hanem színház. Annyiban tér el a tavalyitól a koncepció, hogy nem a pénteki napon, hanem a hétfői és a szerdai napokon lesz két színházi előadás. Én azt gondolom, hogy olyan sztárfellépők, mint Magyar Attila, Gesztesi Károly, Bereznai Endre oda fogják vonzani a főtérre a színház rajongókat, vagy akik még csak ismerkednek a színház világával, ők is egy olyan vígjátékba csöppenhetnek bele, ami talán meghozza a kedvüket, hogy utána akár a következő évben már a színházba is vagy bérletet vegyenek, vagy jegyet vásároljanak. Ugye általában nagy a harc a színházjegyekért is, nem tudom, hogy van-e esély arra, hogy valaki azért mégis egy, ha nem is tud idejében esetleg mindenhová jegyet venni, azért legalábbis az én tapasztalatom az volt, hogy aki nagyon-nagyon szeretne, valamilyen módon be tud jutni az előadásokra, természetesen jegy ellenébe, de mindig van rá lehető. Igen, hát most két hete kezdtük el árulni a jegyeket. Azt hiszem, hogy 3 vagy 4 olyan előadás van, amire egyáltalán semmilyen jegyet már nem lehet venni. A többire még jobbak, kevésbé jók még kaphatóak. És hát ismét felhívnám a figyelmet, hogy első alkalommal a Vidor Fesztivál történetében a szabadtéri színpad, a Rózsakert szabadtéri színpad is be van vonva a programok sorába, és két fantasztikus előadást láthatnak a nézők. Az egyik kimondottan színházi előadás, a Mennyei Hang, többek között Gávölgyi János főszereplésével, a másik pedig egy színházi emberekből, színészekből, színésznőkből álló koncert. A Szabolcs megye lordjai és a Milédik Fantázia nével fognak ők fellépni, a megyéből elszármazott színészek, Nagy Sándor, Mészáros Árpád Zsolt, Jan Zakata, Gubik Petra fogják a legjobb, legismertebb musicaleket egy csokorba átadni a nézőknek. Szerintem ezt is kár lenne kihagyni. És hogy ne maradjon le senki semmiről, úgy terveztük meg a színházi programot, a kőszínházi programot, hogy ezeken a napokon kettőzött előadások lesznek, tehát két egymást követő napon ugyanazt fogjuk játszani. Tehát aki nagyon szeretné, az színházba is tud menni, de nem marad le semmiről, de választható a szabadtéri színpad is. Igen, azért nagyon szépen okosan van ez kitalálva, hogyha az embernek van mondjuk egy kamara előadásra jegye, akkor ha onnan kijön, akkor még be tud csatlakozni valamilyen koncertbe, és tényleg akár késő éjszakáig vidoroghat Nyíregyháza főterén. A megye több településén esetleg lesznek-e programok most ebben az évben? Természetesen, majdnem 20 településre fogunk vinni utcaszínházi programot, bábszínházat, amatőr társulatokat, tehát ezt is megtartjuk, ezt a hagyományt is követjük. És még az éjszakára visszatérve egy újdonságot azért megosztanék a nézőkkel. Megszokhatták a Vidorkert fergeteges hangulatát az elmúlt években. Az volt a jellemző, hogy mindig egy DJ volt 9 napon keresztül. Szegény jól elfáradt. Egyrészt jól elfáradt, másrészt az odalátogatók megjegyezték, hogy hát nagyon hasonló napról napra a zenei kínálat. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy lehetőséget adok a város-megye szülött, DJ szülöttjeinek, és minden este tematikusan más esték lesznek, lesz egyik nap hip-hop, másik nap reggae, house, mindenféle stílusok lesznek, és más-más DJ-kkel, tehát a PG, Váci Zoli, Ács Bonifác, Németi
Pisti, tehát csupa olyan ismert DJ-k lesznek, akiket szeretnek a nyíregyháziak, és esténként találkozhatnak velük is. Ez szuper, egyébként ők egymást is csípik, úgyhogy szerintem lehet, hogy itt egy ilyen nagy DJ party lesz majd. Egy verseny is kialakulhat köztük. Hát Robi, köszönjük szépen, a nézőknek pedig azt kívánom, hogy hát legyen mindehhez nyitott szívük, és élvezzék akár a színházi előadásokat, akár a koncerteket, és legyenek büszkék arra, hogy ismét Vidor Nyíregyházán. Így legyen, én is köszönjük így gondolom. Szépen. Köszönöm. Kedves nézők, mi már nagyon várjuk az év legvidámabb hetét, reméljük, hogy önök is ott lesznek a belvárosban, hogy fokozzuk az érdeklődést, nézzünk meg egy összeállítást a tavalyi Vidor Fesztiválról.
Idén második alkalommal lesz tacskó találkozó, vendégünk Kovács Tünde, az esemény szervezője, aki két tündéri kutyussal érkezett, Pudinggal és Sheldonnal név szerint, amire már ide is kapták a buksiukat. Hát hihetetlen, hogy eltelt egy év, Tünde, pont ezen gondolkodtam. Én azt hittem, hogy most ez annyira sikeres volt, hogy pár hónap után szerveztetek egy újabb tacskó találkozót, de tényleg eltelt egy esztendő, viszont nyilvánvalóan volt érdeklődés, hiszen most újra megrendezitek. A helyszín azonban változott. Tavaly Dombrádon volt, most az erdei tornapályán lesz itt Nyíregyházán. Mi az oka annak, hogy ő áttelepültök ide Nyíregyházára? Így van, nagyon köszönöm a meghívást. Azért lett a helyszínváltás, mert tavaly Dombrádon bár nagyon sokan voltak, több mint 200-an eljöttek a tacskó találkozóra, de sokaknak gondot okozott az eljutás, mégiscsak 40-45 kilométerre van Nyíregyházától, és akinek nincs autója, annak nehézkes volt, mert se busz, se vonat nem ment a helyszínhez közel, és igazából igény mutatkozott rá, hogy inkább a megyeszékhelyen. Ez egyszerűbb. Hát gondolom, akkor csak azok tudtak menni, akik vagy a környéken laknak, vagy autójuk van, mert azért biciklin egy nagyobb acska tacskót, ugye nem olyan egyszerű. Így van, bár néztük, hogy van bicikli út, és mondtuk is, hogy lehet, de azért ez egy jó kis túra lett volna. És a Tiszába belemehettek? Ezek a kutyusok olyan helyen volt? Igen. Így akkor van. Lehetett fürdőzni. És ez is az egyik ok volt, hogy mi szerettünk volna nekik lehetőséget nyújtani arra, hogy pancsoljanak, viszont mint kiderült, nagyon sok tacskó nem igazán szereti a vizet, vagy hát nem ismerik a városi kutyák igazából, úgyhogy viszonylag kevésbé volt kihasználva ez a lehetőség, ezért sem bántuk úgymond, hogy, hogy majdnem a belvárosban kell megszervezni ezt. Igen, hát végül is ugye ahány kutyus annyi féle, de nyilván azért a tacskóknak vannak bizonyos jegyei, jellegzetességei, amik nagyon hasonlóvá teszik őket. Itt most ugye nagyon aranyosan farcsóválva, vetve jöttek ezek a kutyusok, azt hittem, hogy nagyon régóta együtt vannak, de kiderült, hogy nem, mert hogy Sheldon nem a te kutyusod, csak ideiglenesen nálad van, tehát őt örökbe lehet fogadni? Így van, a nyíregyházi menhelyen van egy ilyen lehetőség, hogy ideiglenesen be lehet fogadni kutyusokat, megmentve ezzel attól, hogy ott a menhelyen kelljen élniük, amíg gazdira találnak, és az én tacskóm szintén onnan van, viszont neki az a sajátosság, hogy csak tacskókat bír viselni maga mellett, ezért hozzám tacskók szoktak érkezni. És mennyi ideig vannak általában nálad ezek a kutyusok? Hát nagyon változó, pár héttől több hónapig is eltarthat sajnos egy gazdisodás. Ilyenkor azért egy tacskó találkozón, hát ha van egy kis esély arra, hogy mondjuk őt népszerűsíts, gondolom, hogy titkon ebben is bízol egyébként, hogy szokott ez közösségi oldalakon, vagy hogy próbálsz? Így van, tehát a közösségi oldal nélkül szinte ma már lehetetlen gazdásítani egy kutyát, úgyhogy minden kutyusnak van általában a saját albuma, és szeretnénk, hogyha ezt minél többen megosztanák, mert több száz, több ezer megosztás után találnak igazából gazdira. Igen, ez nagyon érdekes. Pont láttam a minap egy valamilyen dunántúli kutyamenhelyen élő kutyának a megosztását. Azt hiszem, hogy 8 vagy 10 éve él már menhelyen, és még mindig gazdit keres. És tényleg nagyon szívszorító volt a történet, és ahogy láttam, több százan megosztották, és azon gondolkodtam, hogy ugye tulajdonképpen könnyű dolog egy ilyen megosztást megtenni, tehát sokkal nagyobb felelősség kell ahhoz, hogy az ember be is fogadja, és hát ugye bíztam benne, hogy valahol majd egyszer csak lesz valaki, aki ezt a kutyust is be fogja fogadni. Tünde, beszélgessünk akkor egy kicsit most erről a nyíregyházi rendezvényről, pontosan mikor kezdődik, hanyadikán, illetve hát mi lesz az idei program, a kínálat? Ebben augusztus 4-ét tűztük ki, ezt is igazából megszavaztattuk a legnagyobb közösségi oldalon, hogy melyik dátum lenne a tacskósoknak megfelelő. Augusztus 4-e vasárnapra esett a választás, és 11 órától várjuk a kutyusokat az erdei tornapályán, várhatóan délután 5 óráig lesznek a programok. Ezekben lesznek kutyás és nem kutyás bemutatók is. A legtöbben természetesen a versenyeket várják, a saját kutyusaikat mérettethetik meg, lesznek felnőtt tacskó szépségverseny, kölyök szépségverseny. Ide szükséges, hogy fajtiszta legyen a tacskó, vagy bárki, aki tacskó vagy tacskószerű, az jelentkezhet? A kölyök és a felnőtt tacskó kategóriában csak fajtatisztákat várunk a esélyegyenlőség miatt, viszont lesz külön a keverékeknek és a mentett befogadott kutyusoknak is külön szépségverseny, és keressük a Szabolcs megye leghosszabb tacskóját is, tehát lesz egy ilyen méregetős.
Aha. És egyébként van már valamilyen tólig elképzelésed, hogy mekkora lehet a legnagyobb tacskó? Nem, nem. Még most konzultálok, lesznek a helyszínen zsűri tagként több kutyatenyésztő, és akkor majd az ő segítségüket kérem ehhez, és már elkezdtünk konzultálni, hogy hogyan és mint mérjünk. Ugye gyakorlatilag így elnézve ezt a két kutyust, ők is teljesen különbözőek. A igen. Te kutyusod az egy ilyen általános tacskó, vagy nem is tudom milyen típusok, van a törpe, ezt én is tudom, és van a normál? A standard, illetve van a legeslegkisebb a nyulász. Értem, tacskó. Az mekkora ilyen egérméretű? Nagyon pici. Ilyen teljesen picike. Úgy néz ki, mint egy kölyök tacskó szerintem. Nagyon édes, nagyon aranyos. Az én tacskóm a törpe és a standard között van, tehát ő is egy keverék. Sheldon már inkább a standardre hajlott. Na azért Sheldont egy kicsit reklámozzuk, mert hát ha egy nézőnek most megesik a szíve, vagy nagyon szeretne egy társat, mert hogy azért ezek a befogadott kutyusok általában mérhetetlenül hálásak, hogyha végre már gyökeret tudnak ereszteni, és tudják, hogy biztonságban vannak, fiú, lány, illetve milyen tulajdonságai vannak. Sheldon egy tündér, de tényleg nagyon sok ideiglenes befogadott kutyám volt, ő a legszuperebb, nem nagyon tudok hibáját mondani, talán csak annyit, hogy elütötték, úgy került be a menhelyre, és műtve van a bal hátsó lába, még nem 100%-os, de szerintem meg fog ez gyógyulni, egy picit sántít, de mint társ tökéletes, 3 éves fiúkutya, ivartalan, természetesen csak úgy lehet örökbefogadni a menhelyről minden kutyust, és mindenkivel jól van. Nálunk egy törpe nyullal együtt él. Akkor abszolút. Úgyhogy szerintem macska kompatibilis. Abszolút igen, barátságos. Nem megyünk sehova most. Hát Tünde, köszönjük szépen, akkor augusztus 4-én augusztus akár 4-én. Sheldont is meg lehet szemlélni, és így sok-sok van. Más kutyát is vártok mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, remélem tudtunk érdekes programokat ajánlani önöknek. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között az is kiderül, mivel foglalkozik egy coach. Érdemes lesz nézni minket, adásunkat most is visszanézhetik a Kölcsei TV magazinok YouTube csatornán. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!